A negyedik Tirpák Fesztivál megnyitójára szombaton délelőtt 6 régió főzőcsapatának több mint 100 szakácsa vonult be a Kossuth térre. Ezen a napon rendezték meg az országos gasztrocsatát. A versenyzőket és a vendégeket Nyíregyháza és a testvérváros Eperjes polgármestere, valamint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség vezetői köszöntötték. Az első három sikere az igazolta és tovább vitte ezt a fesztivált, ami egyrészt szól a népi kultúránkról, az ételeinkről, tradicionális, nem csak magyar, hanem helyi ételekről, másrészt a hagyományápolásról, hiszen ez egy csodálatos kultúra volt, amiből ezek az ételek származnak, és nagyon örülök, hogy nagy számú csapat jött, a résztvevők, ugye a gasztrocsatával együtt kiegészülve betöltik a teret. A megnyitót követően Krivács András, a Gasztronómiai Szövetség elnöke kivetítőn üdvözölte a főző csapatokat, hiszen éppen egy görögországi világbajnokságon vett részt. A Tirpák Fesztiválon a régió elnök képviselte a szövetséget. A vendéglátós kollégák nagyon sokat dolgoznak. Dolgoznak szombat, vasárnap, ünnepnap és mindig, és úgy gondoltuk egy vendéglátós kollégánk a szövetségből, hogy kell egy olyan nap, amikor összegyűlnek a kollégák, és ők is ünnepelnek. Különböző térségekből eljönnek a Gasztrocsata című rendezvényre, saját régiójuknak az ételét bemutatják, saját maguk buliznak, illetve kínálják meg a térség részvevét azokkal az adott ételekkel. Az országos gasztrocsata versenyzője a nap folyamán több mint 16 ezer adag étel különlegességet készítettek. A szegediek 1000 adag halászlevet főztek, a tataiak rétest nyújtottak, a debreceniek 1200 adag töltött káposztával kedveskedtek, de a miskolciak húsgombóc levese és a nagykanizsaiak dödölle kavalkádja is vonzotta a látogatókat. A nyíregyháziak tirpák birkapörköltet és tirpák süteményeket kínáltak. A tájjellegű ételeket zsűrizték is, majd az eredményhirdetés után felvágták az 1200 szeletes Nyíregyháza város tortáját, amely a Krúdi kedvenc tortája nevet kapta. Az óriási süteményt a szakképzési centrum 52 cukrász tanulója készítette, többek között 1200 tojásból, 40 kg lisztből, 30 kg aszalt szilvából és fél mázsa almából. Ebbe a tortába bele van csempészve Krúdi Gyulának a kevert tésztaféléje, ez egy kakaós piskót alap, ami egy fahéjas mézes piskótával találkozik. Kétfajta krémmel töltelékkel készül, ami az egyik az albás szilva íz dominál, a másik meg egy cukros, tojásos, vaníliás, jól kiabosított vajkrém. Ennek az összhatása maga a torta. A Tirpák Fesztivál vasárnap az első nyíregyházi bogrács és grillbajnoksággal folytatódott. A verseny célja a szabadtűzön és grillrácson készülő ételek népszerűsítése, ötvözve a hagyományos magyar gasztronómiát a nemzetközi konyha elvárásaival. A csapatok sertéstarját és tanyasi csirkét használhattak, de egy szabadon választott desszertet is készítettek. Az országos verseny a nemzetközi bajnokság kvalifikációja is volt egyben.